Évről évre részt vesznek ezen a versmondó fesztiválon. Ön szerint miért fontos ez a találkozó? Mit jelenthet ennek a közösségnek? Több részre is bontanám. A közösség, ha ismétlődik egy akció, akkor, és sőt évről évre egyszer, ha ismétlődik, akkor ez fölfrissül azáltal, hogy ritkán találkozunk, és van ideje leüllepedni az élményeknek, és van idő újra aztán a felkészülésre, de maga a vers, az pedig egy különleges dolog. Tehát az olyan szintű stabilitást ad ott, ahol a kommunikáció töredékes, vagy nagyon hiányos, hogy a versben mindig ugyanazok a szavak ismétlődnek. A fiaim történetesen ismerik nagy részét azoknak a verseknek, amik itt elhangzanak. Tehát ha valamelyik versmondó éppen téveszt, akkor ők már javítják ki. És az egyiküknek nagyon fontos a személyes találkozás is, és az egyik fiunk, akinek más tünetei is vannak, ő neki inkább ilyen élmény is, de közben megpróbáltatás is, tehát a közösség, a zaj, vagy ez a szokatlan mozgás. Ön amellett, hogy édesanyja a felkészítője is a fiúknak, hogyan készülnek erre a fesztiválra? Ez szintén egy nagyon speciális, mert egész évben sok verset olvasunk, hallgatunk, és kevesebbet mondanak. Tehát ők családban vannak, együtt vagyunk, és hát inkább hallgatják a verset, és a vége felé én azt figyelem, hogy éppen milyen hangulatuk van, és melyik az a vers, ami talán most megfelel a hangulatnak, vagy megfelel az ő artikulációjuknak, vagy a beszédkészségüknek is. És aztán úgy közösen, tehát rá érzünk, hogy na melyik lesz. És idén milyen versekkel készülnek? És a Gedeon, ő elhatározta, hogy az Arany Lacinak. Én próbáltam őt másra hangolni, József Attilára, mert tavaly is Petőfit mondtunk, vagy mondott, de ő most Petőfi Sándor Arany Lacinak. Most a Dávid viszont egy egész verses kötetet hozott. Gazdag Erzsi most a nagy kedvenc, és hogy melyik lesz, a Mesebolt, vagy a Tavaszváró, vagy éppen a, nem tudom még, hogy melyik, meglátom, hogy melyiket kezdi el. Ezt majd ő eldönti. Ön szerint a versek fontossága mit jelent az értelmileg akadályozott emberek számára? Egyrészt ugye mondtam azt a biztonságot, azt a stabilitást, tehát az élő beszéd számukra csapdahelyzet sokszor, vagy mást értenek rajta. A képes beszéd szintén egy probléma, de a vers az elviszi őket egy olyan biztonságos világba, és egy annyira kiemeli abból az ő maguk akadályaiból, korlátaiból, ami egy csodálatos dolog számukra.